Regdon László, Balatonfüred rendőrkapitánya januártól pápán folytatja a munkát. Az ezredes úr 23 éve dolgozik rendőrként Balatonfüreden. 10 éve nevezték ki a kapitányság élére, most pápán a megye második legnagyobb kapitányságát vezetheti majd. A Balatonfüredi rendőrkapitányságon megtanultuk a szezon feladatainak a kezelését. Megtudtuk, hogy milyen egy balatoni nyár rendőri szemszöggel, szemszögből, a pápai rendőrkapitányság Veszprém megye második legnagyobb rendőrkapitányság, a 50 település tartozik hozzá, és a utazóbűnözők, a lakásbetörők azért szívesen járnak ilyen területen, ahol hamar el tudják hagyni a megyei megye területét. Az állomány magas szinten képzett, jó kompetenciával rendelkező vezetők irányítják. A rendőri munka mindennapjai abban különböznek, hogy a tiltott szemetelés, illegális autóbontókkal kapcsolatos tevékenység Balatonfüreden kisebb mértékben van jelen, a pápai rendőrkapitányság területén pedig ez jellemző bűncselekmény folyta. Mennyire lepte meg önt a kinevezése? 10 éve rendőrkapitány Balatonfüreden és több mint 23 éve dolgozik itt. Itt lettem első tiszt 1997-ben, itt tanultam meg a parancsnoki sikereket és a kudarcokat a nagy elődök Nyomdokain, várdikáról, most már ezredes úr, illetve Vanda György ezredes úrtól nagyon sokat tanultam, és persze beosztottak is formálták a vezetői stílusomat. Azt gondolom, hogy tíz év után egy rendőrkapitányság éléről távozni felemelt fejjel és viszonylag jó eredményekkel, és úgy, hogy az ember helyettese lesz az utódja, azt gondolom, hogy büszkeséggel töltet el. Kihívásnak veszem, és új eredményeket szeretnék produkálni majd az életembe, szakmai munkámba, pápai rendőrkapitányságon. Hogyan változik meg a magánélete, hiszen Balatonfüred és Pápa között azért nehéz ingázni, és gondolom, hogy egy rendőrkapitánytól azt várják el, hogy ott legyen a városban. Természetesen fontos, hogy a rendőrkapitány együtt lélegezzen a településsel, ahol dolgozik. Első időszakban mindenképpen át fogom szelni a bakonyt, ezt szolgálti autóval meg fogom tudni tenni, de hosszú távú terveim azok, és az önkormányzattal is egyeztetünk már, hogy valószínűleg le fogok telepedni a pápai rendőrkapitányság területén. Regdon László, a Füredi Kapitányság élén eddigi helyettese Vancsura Miklós követi. Vancsura Miklós a rendészeti osztályt vezette és a kapitányság vezető helyettese volt. Miklósra sokat beszélgettünk, mióta felkért a megyei rendőrfőkapitány úr a Balatonföldi rendőrkapitányság vezetésére. Szinte ugyanolyan érzéseim van, voltak tíz évvel ezelőtt, mint neki most, hogy nem akartam elhinni, hogy helyből lehet valaki rendőrkapitány. Ennek megvan természetesen az ódiuma, és megvan az előnye is. Az előnye az, hogy ismeri a kollégákat, ismeri a területet, tulajdonképpen integrálódott már a városba, itt él, nem sok újat tudnak neki mutatni. A hátránya pedig az, hogy azokat az eredményeket, illetve azokat a nem szeretem vezetői dolgokat pedig szinte a barátaival és a hosszú ideje együtt dolgozó kollégákkal kell ezt megismertetnie. Nekem is ez volt az első időben a legnehezebb, azt gondolom, hogy ezt sikeresen vettük, úgyhogy arra emlékszem, hogy szinte nem akartam elhinni, hogy én leszek a füredi rendőrkapitány, és nagyon nagy megtiszteltetés volt, mint ahogy a pápai rendőrkapitányság vezetése is egy megtiszteltetés számomra. Amikor ide 2010. január 15-én a kapitányság ajtaján, akkor, akkor nem gondoltam, hogy ez lesz. Tehát álmomban sem fordult meg a fejemben. Annak örültem a legjobban, hogy Füredre jöhettem dolgozni. Ez, ez, volt minden vágyam, ez teljesült. Egyszerűen csak dolgoztam, tehát csináltam a munkámat, erre felfigyeltek az előjárói, amit nagyon köszönök. Megemlítettem az előbb a főkapitányság Alanda György és Regdó László nevét, akiket úgymond példaképként tudok magam elé állítani, úgyhogy az ő vigyázó szemeik alatt nevelődtem ki, azt gondolom. Forog velem a világ még mindig, még mindig nem szoktam hozzá, hogy éleszek a kapitányság vezetője. Újdonság ez nekem, persze meg fogom tudni csinálni, főkapitányonak megmondtam, hogy a harcra készen állok, és az állományt is fel fogom erre készíteni, de hát olyan örökséget kaptam, azt gondolom, hogy olyan elvek mentén haladt eddig is a kapitányság, meg olyan célokat ért el, ami, ami, ami számomra is példaértékű, és ezeket fogom én is követni, ezeket az elveket és ezek mentén fogunk dolgozni és haladni. Hát nagyon büszke vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy Füreden lehetek kapitány. Tehát sok helyen mondtam már, hogy a feleségem után Füred nekem egy, egy nagy szerelem, most már itt élek. Mondhatni, hogy már nem vagyok gyűjtment, ahogy szokták ezt emlegetni. Három gyermekem is már ide született, úgyhogy azt gondolom, hogy most már törzsdökeres Füredinek számítok, és, és ezért is nagy, nagyon nagy boldogság az, hogy Füred el lehetek rendőrkapitány. És nagyon várom már ezt a feladatot, hogy elkezdhessem. Kapitány mikor veszi át itt a hivatalt? Jelentem január 1-én fogok kezdeni, de az igazi munkanapom az január 4-én lesz.